Jó estét kívánok! Harangozó Tamás az első vendégünk, aki valóban egy honvédelmi bizottsági ülésről érkezett ide hozzánk. Jó estét kívánok! Azt már csomószor megbeszéltük, hogy ezeknek a bizottsági üléseknek általában semmi értelmük, mert feltesznek raklapnyi kérdést, és egyetlen normális választ sem kapnak. Ez a mai, ez különbözötte bármiben is a korábbiaktól? Abszolút különbözött. És na, általában az a tényező, ami ezt meg tudja változtatni, az a független magyar sajtó részvétele a bizottságülésen nagy számban. Olyankor szokták fegyelmezni magukat a kormánypárti képviselők és a meghívott kormány képviselő vendégek is. Ma ez pláne így volt, hiszen belügyminiszter Pintér Sándor éves meghallgatása volt. De nyilván viszonylag nagy, sőt, hát ebben a kategóriában óriási sajtóérdeklődés mellett történt a dolog, és egy olyan esemény ez, amikor évente egyszer face-to-face lehet föltenni azokat a kérdéseket, és egyébként erre sor került ma is, amiket előtte már most ott tartunk, hogy még írásbeli kérdésre sem hajlandóak tisztességgel megválaszolni. Mi volt a legizgalmasabb kérdés, amire a választ kapott, miközben korábban soha? Ha a sajátja volt, ha más tette fel? Ami nekem nagy személyes elégtétel, hiszen nagyon sok műsorban elmondtam, mindig kihasználtam a lehetőséget itt az ATV-ben, hogy elmondjam, hogy a határon szolgálatot teljesítő magyar rendőrök és katonák milyen méltatlan körülmények között vannak, és mindig meghallgattam, talán itt emlékszik sztorisztunk is, hogy mert a 80-as években a határőrségnél, amikor ők kint voltak hol akkor is milyen nehéz helyzet volt, című választ kaptuk. Én ezt megkértem miniszterelnök, hogy ezt most rögtön ugorját, tehát erre nem is vagyok kíváncsi erre a dologra, arra vagyok kíváncsi, hogy rendezik ezt a kérdést, vagy nem. 200 milliárd forint fölött van bőven most már a kerítés értéke, és még mindig vászonsátrak vannak, meg tákolmányok. Ma először azt mondta a miniszter a saját szájával, hogy amint most beáll ez az új rendszer és az új állomány feláll a határon, tehát nem ez a levisszük jobbról-balról az embereket, hanem a stabil állomány, nekik ezeket a konténereket, illetve ezeket a végleges megoldásokat fel fogják állítani. Ez nekem azért fontos, mert megmondtam, hogy addig fogok minden egyes lehetőséget megragadni, amíg végre egy vezető azt nem mondja, hogy ezt meg fogják mondani. Ez meg fogja ezt kérdezni párszor, valószínűleg, de legalább tudjuk az irányt. Így van, de legalább már ez de a akkor válasz. Ez azt is jelenti, hogy az állomány, amelyik most ott majd összegyűlik a határon, az az állomány olyan lesz, mint egy határőrség? Tehát oda vezényelt, csak ezzel foglalkozó szakállomány lesz? Gyakorlatilag ezt követelhetük mi szakmailag az elmúlt két éve folyamatosan, igen. És most ezzel a 3000 új rendőr felvételével, akik határrendészek lesznek. Sose felejtem, itt ültem nyár végén, egy ilyen műsorból bemondták, hogy két hónapon belül 3000 rendőrt fognak fölvenni, meg bejöttem és mondtam, hogy ezt ne együk ilyen forrónakását, meg két hónapon belül a nevüket nem fogják tudni, nem, hogy nem lesznek ezek felvett rendőrök, meg határőrök. Hát most talán lassan oda elérünk, hogy lassan felavatják őket, és képesek lesznek arra, hogy szépen lassan átvegyék ezt a munkát úgy, ahogy normáliséknál szokták, tehát hogy ők, nekik ez a dolguk, azt tudják, hogy hol vannak, merre van észak, merre van dél, mi a dolguk, tehát hogy ezeket számtalanszor elmondtuk, hogy ez egy vicc egyelőre, hogy ezt a dolgot kezelték, de elvileg ez megoldott. Nekem egy fontos volt, hogy valaki ismerje már be, hogy a mindenféle hülye kormány propagandát ellenére ezek méltatlan körülmények, és nem lehet ezt megcsinálni. Belügyminiszterként ma kimondta? Azt kimondta, igen, hogy ezek a szó szerint azt mondta, hogy ezek a konténerek, amik valóban méltó elhelyezést biztosítanak az ott dolgozó szolgálatot teljesítő rendőröknek, 12 óráznak egyébként, tehát nem néhány óra oda utcának és körülnéznek. Nem egy életetlen vívmány. Hát nem, főleg, hogyha 200 milliárdos kerítést kell őrizni, amiben már minden kütyű benne van, amit csak be lehet képzelni. Ezt mondtam el, hogy találjanak már 100 millió forintot erre, hogy ezt megoldják. Sikerült-e megtudni azt, hogy Orbán Viktort akarja-e valaki nemzetbiztonsági átvilágítással zaklatni? Az a mondat kimondásra került, ami a tény, de ezek is ugye felelős kormányzati szereplők szájából, Kósa Lajos is megismételte, meg miniszter úr is, a tényt, amit ők nem voltak hajlandók kimondani, hogy nincs Orbán Viktornak nemzetbiztonsági átvilágításról papírja. Mióta ugye azt feszegette, sose volt. Tehát ugye 1990-től napjainkig soha? Semmi olyan pozíciót nem töltött be Orbán Viktor, ami miatt őt át kellett volna világítani, hogy én is át vagyok világítva, hiszen honvédelmi bizottság tagja csak az lehet, külügyi bizottság tagja csak az lehet, nemzetbiztonsági bizottság tagja, sima parlamenti képviselő. Na, most hát ezeket a pozíciókat lehet, hogy elvesztettem a fonalat. Messziről. Ha egy bizottság tagja, az egy sokkal izgalmasabb pozíció, mint hogyha az ország miniszterelnöke, tehát több információhoz jut ön bizottsági tagként,
mint bárki legyen is az Magyarország miniszterelnöke? Nem, nyilvánvalóan nem. Tehát nem több döntési információ... lehetősége van-e, mint a miniszterelnöknek? Nem, nyilván a morzsáit. Önnek jelentenek-e azok a szolgálatok, amelyeknek a jelentéseiben az összes titok ott van? Évente egyszer eljönnek, és arra válaszolnak, amire akarnak, igen. És annyit, amennyit akarnak. Igen. Akkor nem értem. Az igazság az, hogy törvény így szól, nem most már régóta. De akkor se értem. Én se, de a közjogi méltóságoknál, köztársasági elnök, miniszterelnöknél nem kell. Tehát, ha valaki már odáig eljutott, akkor megelőlegezzük neki. De nézd, a nagy kérdés az, hogy hogy lehet valaki 20-valahány évig úgy képviselő, hogy egyébként sincs olyan pozícióba. De azt szeretném mondani, hogy a ma vita lényege az volt, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottsági ülésről kijövet a képviselők, ugye ez egy másik bizottság zárt ülés volt, azt mondták, hogy bent az ülésen a titkosszolgálati vezetők elmondták, hogy semmilyen kockázatot nem jelent a magyar miniszterelnök Orbán Viktor. És azt szerettük volna megtudni a többi ellenzéki képviselőtársam, a Vadai Ágival, Demeter Mártával a bizottsági ülésen, hogy azt árulják már el, ha nem vizsgálták, ha nem ment át azon a vizsgálaton, amit mondjuk mi, akkor hogyan állíthatják, képviselő, hogy nem ezek jelent. A szolgálatok viszont az tény, Orbán Viktorral élik az életüket. Ők vigyáznak rá, ők figyelik azokat a mozgásokat, amelyek ellene ráirányulnak. Ha Orbán Viktor elég az életüket, nem irigylem őket, de nyilvánvalóan nem. Tehát mi csak azt mondtuk, hogy az egy pontos mondat, hogy nincs olyan információ mondjuk a birtokukban, amiből arra lehetne következtetni, hogy a miniszterelnök zsarolható vagy külföldi titkosszolgálatok befolyása alatt áll. Ez egy értelmes mondat. Az egy hazugság. Nem mondhat ilyet. De ezt a mondatot nem mondták ki? Nem, azt mondták, hogy a miniszterelnök nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot. Ezt a mondatot nem mondhatja, ez ki, mert nem vizsgálták. Nem tartalmazza azt a gondolatot, amit ön előbb elmondott? Nem akarok jogászkodni. Igen, de hogy egy nagy gondolat, részgondolatát mondja valaki, vagy az egészet, nem mindegy, de találjon, tehát magyarul mindenki érti, ugye? Szerintem nincs igen. Arról információjuk nekik, hogy a miniszterelnök zsarolható, meg aközött, hogy valakivel szemben lefolytatnak egy részletes vizsgálatot, és utána kiállítanak egy papírt, hogy nincs itt semmi látnivaló. A kettő között óriási különbség van, és csak annyit mertünk mondani, hogy ezt a másik típusú állítást, amit rólunk elmondhatnak, mert papírunk van róla, azt már legyenek kedvesek. Tudja, mi az izgalmasabb, hogy az elmúlt 7 évben ezek a szolgálatok, ahogy vigyáztak a miniszterelnökre, mert hogy kell nekik. Ha találkoztak volna bármivel, ami furcsa, akkor az most kiderülne. Tehát engem igazából az izgat, hogy most bemondják azt, hogy nincs. Nem, azért nincs, mert nincs, vagy azért nincs, mert nem vizsgálták, vagy azért nem is vizsgálták, mert nincs mit vizsgálni, hiszen nem találkoztak semmivel. Ez nem mindegy. Egyrészt akármi is van, nekik arról tudni kell. És következtetéseket le is kell vonniuk? Tudnak is, ha bármi van. Én azt, abban biztos vagyok, olyan nincs, hogy ők nem tudnak, hogy mit kezdenek az információval, azt nem tudom. Ez a fontos. Ma Magyarországon egyetlen egy módon lehet hozzáférni titkosszolgálati, nagyon konkrétan titkosszolgálati aktákhoz, kihallgatni akár titkosszolgákat, én ilyenbe vettem részt, ilyen munkába, az, amikor a Nemzetbiztonsági Bizottság, nagyon hülye neve van, és elnézést, de olyan komolytalannak tűnik, hogy úgynevezett tényfeltáró a bizottságát fölállítja. Ez olyan úgy tűnik, mint hogyha... Nem, mert az újságíróként nem tűnik komolytalannak. TSZ csak... alközgyűlése lenne, de nem. Jaj, nem. Ez konkrétan az az egyetlen eszköz a mai magyar parlamentben, ahol az országgyűlési képviselő bemegy a titkosszolgálat épületében, ott a hivatalos helyiségben kérdéseket tesz föl, akár a vezetőnek, akár annak a titkosszolgának, aki operatíve mondjuk valakit megfigyelt vagy lehallgatott. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly eszköz, és bemegy, és minden aktához személyesen hozzáfér, abból kijegyzetelhet. Ez történt ugye a Portik Laborc vizsgálóbizottságnál, amit a Fidesz nagy díjrel-dúrral felállított. Engedje meg, hogy csak annyit halka jegyezzek meg, hogy amit ott találtunk, annak meg az lett a vége, hogy nagyon gyorsan lezárták azt a bizottsági ülést, és egyhangú konszenzussal elfogadták, hogy nem volt bűncselekmény, hanem egy szakmai hiba volt, és felejtsük is el, hogy ezt elkezdtük. Arról nem beszélhetek, hogy a kettő között mi történt sajnos, ha egyszer majd feloldják például azokat a papírokat, akkor sokan meg fognak lepődni, annyit volt elmondhatok, történés? Hogy mi nem történt. Na, tehát az MSZP-re vagy éppen az akkori kormánypártokra terhelő dolgot nem sok mindent találtunk. És a másik pártokra? Erről nem beszélhetek, én csak annyit tudok mondani, hogy gyorsan lezárult ez a... Nem beszélhet arról, hogy a kormánypártokkal kapcsolatban volt ott megállapítás, ugye? Arról beszéltek, hogy mit nem találtam, arról, hogy mit találtam, értse meg, nem beszélhetek. Ezt én értem, én de semmilyen pártra vonatkozó
pártot különböző szereplők, különböző szereplők pártokhoz köthető szereplőkről talált. De ugye tudja, ezek azért titkos, igen, le vannak írva nevek, ugye ez nem egy nyomozás, ezek mögött nem mindig van bizonyíték, ez a valaki elmondta, hogy igen, ez van. Ez csak egy titkos szolgálati akta volt, és ha emlékszik rá, annak idején ilyenre alapozva, mekkora cirkuszt csináltak, hogy bűnözőkkel kormányoztatok. Egy dolgot mondja meg nekem, stb. Nagyon másképp gondolkoznánk a körülöttünk lévő helyzetről és világról, hogyha ismernénk azt, amit ön ismer? Hogy? Nagyon másképp gondolkoznánk a körülöttünk lévő világról? Sajnos Magyarországon nem változtatná meg szerintem a dolgokat. Akik úgy látják a világot, mint ahogy én, azok csak megbizonyosodnának róla, hogy igazuk van. A másik oldalnál ez egy hitvite, úgy látom, hogy nézze, amikor azt hallom egy fideszestől, hogy nem baj, hogy lopnak, legalább a mieink lopnak, és ezt egy átlag Fidesz szavazó simán elmondja így. Azt tudja, hogy amit most elmondott, az majdnem olyan, mint amikor Gyurcsány Ferenc azt mondja Orbán Viktorról, hogy fogott ember, és tudja, hogy az oroszok milyen eszközökkel. Én most nem mondtam is tartják. Semmi. Én ezt pontosan, de ez is egyfajta sejtetése annak, hogy van dolog, amit tudnunk kéne, de a titkosítás miatt nem tudunk. Nagyon sok ilyen dolog van, és csak azért akartam én is befejezni a gondolatot, hogy ezek a dolgok vagy akkor derülnek ki, ha egy ilyen tényfeltáróval a bizottság van, és akkor legalább a képviselők hozzáférnek. B, ha kormányváltás van. Tehát, hogy addig... És akkor fel lehet oldani addig, a titkosítást. Hát például. Egyáltalán valaki más is hozzáfér ahhoz az információhoz, amin most ücsörölnek. Ugye az szokott a baj lenni, hogy a következő garnitúra általában ugyanúgy érvényben tartja a titkosítást, mert neki is érdeke. Na mindegy. Hát iszlám állam, mit kezdünk azzal a kontingenssel, amelyet az iszlám állam ellen küldünk? Ugye az ellenzéki politikusok rendre el szokták mondani, hogy egyébként a dologgal maximálisan egyetértenek, csak jól lenne tudni, hogy miért. Hogy ki kérte, vagy miért pont így, vagy kinek a megbízásából. Ma előrébb jutott ez ügyben? Nem, sajnos nem. Keddi napon volt egy zárt ülésünk, ami kifejten erről szólt. Ugye meséltem, hogy múlt héten botrányba fulladt ez az ülés, mert nem tudtak válaszolni semmire, most ez volt az ismételt ülés, ahol ott volt a titkosszolgálat, már a katonai titkosszolgálat vezetője, vezérkarfőnök, a miniszter személyes. Az a baj, hogy továbbra sem tudnak választ adni, például erre a kérdésre, hogy volt, most már kimondták, hogy nem volt felkérés, ez Magyarország maga ajánlotta ezt a plusz létszámot, abban megnyugtatót nekünk nem tudnak mondani, hogy ez további terror, fenyegetettség, növekedést okoz-e Magyarországon. Tehát azért mégiscsak Manchester-i esemény után lehet megint brüsszelezni, meg migráncsozni, de azért valószínűleg az is egy komoly kockázati tényező, hogy ebben a szituációban Magyarország megnöveli a konkrét katonai létszámát az iszlám állammal szemben. Erről szerettünk volna megnyugtató dolgokat hallani. Azt tudja, hogy nem így, tehát hogy nincs ilyen kockázat, az engem nem nyugtat meg, mert szerintem valószínűleg nem mondanak ilyen szempontból igazat, akkor valami alátámasztották volna. Plusz, mai napig nem tudják megmondani, hogy az a szövegváltozás, ami a határozati javaslatban van, ami mindig nem a szöveg érdekes, hanem hogy mit takar, hogy milyen új feladatokat akarunk ellátni, vagy miért, na, arra sem tudtak választ adni, és erre mondtuk azt, hogy ne haragudjanak, ha nem tudnak egyenesen, tisztességesen beavatni minket abba, hogy mire készülnek, akkor mi nem tudunk osztozni a felelősségben a döntés tekintetében. Egy utolsó kérdés is, ennek semmi köze a bizottsági üléshez. Ez az MSZP kongresszusáról szól. Lesz meglepetés? Hogy készülnek? Van ellenvélemény Botka miniszterelnök jelöltségével szemben, esetleg ellenjelölt? Nincs, és én annak nagyon örülök, pont most nem hozta szóba, de én hozom szóba, hogy ma megjelent egy, ami ordinári cikk a 444.hu-n, aztán gyorsan el is tűnt, amin objektív nagyon nagy butaságok is vannak benne, de szerintem jele annak, hogy nagyon sokan nem érdekeltek abban, ami éppen nálunk van. Ami pedig nálunk van már az MSZP-n belül, az az, hogy úgy tűnik, hogy Botka László vezetésével képes újra egységbe kovácsolódni ez a párt, már pedig ha ez egységbe tud állni ez a párt, akkor nagyon-nagyon sok mindenre képes, ezt már néhányszor megmutattuk. Múlt szombaton a választ az elnökség, ez egy kisebb létszámú testület, de különböző emberek vannak benne, majd a válaszmány is egyhangulag választotta meg Botka Lászlót. Most elmondom ilyen nem nagy titok, belső infóként, hogy olyan választmányi döntés egyhangulag, amivel szemben belső érdekkörök mennének, olyan nem tud lenni. Hát akkor minimum 1, 5, 10, 20, 30 ellenszavazat lett volna. Titkosszavazás volt? Ez nem titkosszavazás volt, hát ez nem szavazás volt. Azért nem ismerni kell a mi pártunkat. Tehát ott, akinek ellenvéleménye van, az igen büszkén vállalja, akár hozzászólásba, akár szavazásba is, csak azért pontosan, hogy többiek lássák, hogy neki ez nem tetszik. És én azt gondolom, és azt látom, hogy itt szerettek volna egy kis hangulatot kelteni a párton belül, nem fog sikerülni, én úgy látom, és abban majdnem biztos vagyok, hogy óriási többséggel fog Botka László holnap után
felhatalmazást kapni arra, hogy miniszterelnök jelöltként vezesse a pártot, és ő is elmondta, és én is azt gondolom, ez most nem valami leszámolások vagy belső konfliktusok időszaka lesz, ez az új egységnek az időszaka kell, hogy legyen, és ennek a dolgait kell Lacnak megoldani a következő hetekben, hogy ez működjön is. Optimista végszó, köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm.